Közgyűlés előtt a többi közt jövőbeni fejlesztésekről és a digitális óvoda mintaprogram kialakításáról is döntött a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság. Földnapja. A cégek képviselői faültetéssel hívták fel a figyelmet a bolygó védelmének fontosságára. A családokat a csónakázótóhoz várták. A fizika mindenkié. Egy napig a természettudományoké és a kísérletezésé volt a főszerep a Kanizsai Dorottya gimnáziumban. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Csütörtökön tartja soron következő ülését a Szombathelyi Közgyűlés. Az ezt megelőző bizottsági üléseken a képviselők megvitatják és kialakítják álláspontjukat a hatáskörükbe tartozó kérdésekről. Hétfőn a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság döntött több fontos ügyben. A városi utak, járdák felújításához, parkolók kialakításához kérte Nemény András a Vasi Víz ZRT anyagi hozzájárulását a céggel kapcsolatos döntések meghozatala előtt, hiszen szerinte a mintegy 30 millió forintos éves profitból erre felajánlhatna valamennyit a vállalkozás. Kohut Viktor vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a hálózat karbantartására és fejlesztésre szeretnék fordítani a bevételt. Illés Károly hozzátette, több sport és más szervezetet is finanszíroz a Vasi Víz, ezzel is segítve a várost, de az itt dolgozók bérének nagyságára is utalt, a szakmunkásaiknak nagyjából háromszor annyit fizetnek ki, mint a szokásos bér. Három fontos fejlesztési javaslattal kapcsolatban is döntöttek. Az aditéri buszpályaudvar átköltözhet a vasútállomáshoz. Hatalmas zöldövezetet terveztek hozzá, amely a romkertig tartana. Ennek pihenő funkcióját a felnőtteknek szánt játszótér, a fűszernövénykert és egy régészeti bemutatótér erősítheti. A víztorony is megújul, látogathatóvá válik és visszakapja kilátó funkcióját, sőt a környezete is megszépülhet. A képtár épületének első ütemben a külső, majd a belső energetikai korszerűsítése kezdődik meg. Utóbbi kettőnél lesz kávézó is. Ez ugyanis, mint Illés Károly alpolgármester hangsúlyozta, kötelező eleme az ezek felújítását lehetővé tévő topos pályázatoknak. Elfogadták a javaslatot a digitális óvoda mintaprogram létrehozásáról, döntöttek a közösségi szolgálattal kapcsolatban és a város költségvetésével kapcsolatos ellenőrzésekről is. Elfogadták a javaslatot a helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatás pályázati kiírására. Ezzel kapcsolatban az autóbuszpark állapotáról is beszéltek. Ezt követte a javaslat a Stilfesün Kft. Felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról, de szóba került az EBKOSZ és a Szavária Nonprofit Kft. Is. A közgyűlésen elfogadták a SZOVA és a SZOMHUL 2017-es beszámolóját, és döntöttek a sportszervezetek támogatásáról, valamint az óvoda felújításokról. Április 22-e a Föld napja. Országszerte különféle programokat rendeztek, hogy felhívják a figyelmet a föld védelmére. Szombathelyen a csónakázótóhoz várták a családokat. Ez a kerékpáros csapat faültetésre indul. Céljuk az volt, hogy közösen maradandót tegyenek a földért. Ennek a túrának úgy gondolom, hogy kettős jelentése van, sőt, többes. Először a tavalyi esztendőben rendeztük meg. A jelentősége, hogy három, illetve tavaly négy nagy szombathelyi cég dolgozóival, igazgatóival, cégvezetőivel együtt közösen tudjuk körbetekerni városunkat. Ez csak nem 20 kilométeres túra, és a Föld napja keretében minden gyárudvaron elültetünk egy-egy fát. A gyerekekre is gondoltak a szervezők. Különböző játékos programok várták őket a csónakázótó szigetén. A hulladékgyűjtésről, az állatvilágról, vagy éppen a sportos életmódról szóltak az interaktív feladatok. Így kell majd tenni, jó? És honnét ered? Itt a szigeten, ahogy látszik is, a kézműves foglalkozástól elkezdve baba muzsika is volt már délelőtt egyszer, és valószínű délután is lesz. Aztán apróságok akadálypályája van, akkor egy 8 állomásos ökojátékkal jöttünk, ami menetlevelet ad. Minden egyes állomásnál egy menetlevelet aláírnak, hogy teljesítették, és a végén ajándékokat sorsolunk ki. Egy különleges ökoruha kollekciót is bemutattak a Föld napja alkalmából.
Újrahasznosított anyagokból készültek a viseletek. Papírból volt a szoknya, műanyag üdítős kupakból a felső, sőt, még nejlonzacskóból összeállított menyasszonyi ruhát is láthattak az érdeklődők. A divat nem csak a színpadon, de a multidéző bringatúra kerékpározóin is visszaköszönt. A 20-as, 30-as évek ruházatába öltözve vonultak végig a városon. Örülök először is, hogy ilyen csodálatos időben indulhatunk erre a túrára. Védeni, óvni kell a természetet, vigyázni a környezetünkre, megtisztítani a szennyeződésektől, amiben tudunk, mi is segítünk és részt veszünk ezeken a kezdeményezéseken. Magyarországon 28 éve ünnepeljük a Föld napját. A rendezvénysorozat mára a legnagyobb környezeti megmozdulássá vált. 1852. április 21-én nyílt meg Magyarország első bölcsődéje a budapesti Kalap utcában. 9. éve már, hogy ezen a napon minősített szakmai tanácskozást tartanak és kitüntetéseket adnak át Szombathelyen. Az idén 5 különböző témájú előadást hallgathattak meg a kisgyermeknevelők. Kiabál, trombitál, de a hajó meg sem áll. Mondókázással, játékkal telik a délelőtt a napraforgó bölcsödében. A felkészült kisgyermeknevelők nem csak a mindennapi rutin elvégzésében, hanem a szabadidő hasznos eltöltésében is a kicsik segítségére vannak. Ez több, mint munka, hivatás hangzott el a bölcsödék napja alkalmából szervezett konferencián, amelynek résztvevőit Puskás Tivadar polgármester köszöntötte. A gyönyörű, szép épületek lelketlenek, a gyönyörű szép épületek semmire nem használhatók, ha nem töltik meg önök szeretettel, gondoskodással, munkával. A nyitó előadás az ételallergia és ételintolerancia kérdéskörét járta körbe. A szakember kiemelte, egyre többször jelentkezik kisgyermekkorban tojás, tej vagy gluténérzékenység, ezért fontos, hogy mindenki ismerje a tüneteket. Az érintettek étkeztetése külön figyelmet kíván a bölcsödékben is. Egy kicsit úgy érzem, hogy rendbe kell tenni a fejekbe ezt a dolgot. Nagyon sokszor sok félreértés, sok mellé információ is jut el hozzánk, amivel egy szakember tud foglalkozni és rendet rakni, hogy kell ezen az úton elindulni. A konferencián szó volt még a népi játékokról, a kicsikre hangolt terekről, a kisgyermek jogairól és a mese fontosságáról is. Szombathelyen az országos átlagnál jóval több a diplomás nevelők száma. A bölcsődék napjára szervezett előadások is hozzájárultak a szakmai felkészültség erősítéséhez. Szombathelyen 2010 óta minden évben egy akkreditált, minősített szakmai továbbképzést tartunk, ami 5 szakmai előadásból áll, és ezek a pontszerző képzések a dolgozóknak jelentenek még a továbbképzésük teljesítéséhez is egy kis segítséget. Szombathely 7 bölcsödéjében 538, továbbá 2 mini bölcsödében 14 kisgyermeket tudnak fogadni. A férőhelyek száma elegendő, aki igényel, annak valamelyik intézményben jut hely. Nyílt napot tartott szombaton a szombathelyi törvényszék. Nem csak az épületet, hanem a bírói munkát is megismerhették közelebbről a középiskolás diákok. Légivédelmi pince volt a II. Világháború alatt, egészen biztosan nagyon sokan menekültek ide. A még lezáratlan ügyek iratait és a nyomozás során lefoglalt bizonyítékokat, például kerékpárokat tartanak a Szili János utcai épület alaksorában. A pincétől a padlásig bejárhatták a törvényszék épületét a középiskolás diákok. Örülök, hogy ide is eljöhettem végül is, még soha nem voltam, és hát a Kanizsai Dorottya gimnázium tanulója vagyok. Örülök, hogy a tanárnőm ilyen helyekre is elhoz minket. A diákok beülhettek egy tárgyalóterembe, és helyet foglalhattak ott is, ahol a fontos tanácskozásokat tartják. Az 5000 darabot számláló könyvtárban régi kötetekbe, folyóiratokba is bepillanthattak a fiatalok. Nyilván 19 után már nem volt magyar király, de a minták azok még úgy szóltak, hogy ő felsége a király nevébe. A szombathelyi törvényszék elnöke személyesen fogadta a diákokat, és mesélt a szobájában található régi erekjékről is. A cél az volt, hogy a diákok megismerjék a bíróság munkáját.
mai napnak külön az adott alkalmat, hogy középiskolások is pályaválasztás, egyetemválasztás előtt állnak. Szeretnénk bemutatni a jogi szakmát, illetve kiemelten a jogi szakma csúcsának tartott bírói hivatást, hogy milyen készségek kellenek ehhez, mivel foglalkozunk. A bejárás után a bírók kötetlen beszélgetésre hívták az iskolásokat. Szó esett a közösségi médiumok veszélyeiről, az illegális drogokról és a vállóperekről is. Érdekes volt megismerni kicsit a bíróknak is a szemszögét, amit esetleg máshogy láttam, hogy más perspektívából nézni a dolgokat. Érdekes volt akár provokatív kérdéseket is feltenni, és azokra vagy kielégítő, vagy kevésbé kielégítő válaszokat adni, kicsit vitatkozni, az érveinket ütköztetni, úgyhogy ez végül is egy nagyon jó lehetőség volt erre. A szombathelyi törvényszék rendszeresen tart nyílt napot, évente több mint 1000 látogatót fogadnak. Tanárok és diákok együtt kísérleteztek a Kanizsai Dorottya Gimnázium természettudományos laborjában. Egy napra a fizikáé volt a főszerep az iskolában, a nagy szünetben a Csodák folyosója is várta a fiatalokat. Minél rövidebb a cső, annál magasabb a hang. Ez is bizonyítást nyert a Csodák folyosóján a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban. Az iskola az idén is csatlakozott az Eötvös Loránd Fizikai Társulat által szervezett a Fizika Mindenkié elnevezésű országos programhoz. 100 találmányt és 100 hozzátartozó egyszerű kísérletet mutattak be az elmúlt 100 évből. Volt közöttük egészen egyedi is. Például van olyan kislány, aki lovagol, ő egy olyan kísérletleírást kapta meg, amely arról szól, hogy milyen lovat vegyünk inkább, sötét színűt, netán csikosat, zebrát vagy fehéret, mert hogy nem mindegy, hogy milyen módon veri vissza a szőrzete a lónak a napfényét. Az érdeklődők többek között megtudhatták azt is, hogy mi történik, ha neutron ütközik neutronnal, és kupolát építhettek kődarabokból. A természettudományok népszerűsítése mellett a szervezők célja az volt, hogy a diákok megismerjék azokat a magyar találmányokat, amelyeket nap mint nap használunk. Nagyon érdekesek voltak az előadások, különösen tetszettek, hogy megmutatták, hogy a mindennapokban hogyan lehet például a fizikát megtalálni. A jobb kezem, mint a hidegebb lenne. 6 órán keresztül a fizikájé és a kísérletezésé volt a főszerep a laborban is. Hogyan válhatunk memóriabankokká? Ezt a kérdést tette fel előadásában az országos versenyen a legjobb 3-ba jutott páros. És úgy gondoltuk, hogy a pi egy olyan érdekes matematikai jelenség, hogy ezt úgy tudjuk bemutatni, hogy több tudományterületet, tehát a biológiát, a művészeteket és a matematikát is egyesítjük. A nap folyamán bebizonyosodott a fizika mindenkié. Segítségével számos társadalmat érintő problémára adhatunk választ. A bajnokság 27. fordulójában hazai pályán 0-0 arányú döntetlent játszott a Haladás labdarúgó csapata a Balmazújvárossal. A mérkőzésen a vasiak kapusa Gyurján Márton, valamint a vendégek csatára Harsányi Zoltán olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy mentővel kórházba kellett szállítani. Egy hatalmas haladás helyzet vezette be a két kiesés elől menekülő együttes összecsapását, de Grumics hálóba tartó fejesét a Balmazújvárosiak védője Uzoma a gólvonalról bólintotta ki. Nem sokkal később a vendégek is veszélyeztettek, de Rudolf kapáslövését a sérült Királyt helyettesítő Gyurján védeni tudta. A határozottan jó iramú első félidő egyik legnagyobb zicserét Rácz hibázta el, amikor a 31. percben 12 méterről nem találta el horvát kapujának jobb felső sarkát. Térfércserét követően drámai események borzolták a kedélyeket. Az 53. percben a gólhelyzetben kilépő Harsányi ütközött a védeni igyekvő Gyurjánnal. Az esetet követően mindkét játékost kórházba kellett szállítani. A szombathelyi hálóőr orrtörést és agyrázkódást szenvedett, míg a vendégek csatárának a válla, valamint a bokája sérült meg. A mérkőzés folytatására nem sok minden maradt. A végjátékban a Haladás kétszer is fejjel veszélyeztetett, de az eredmény nem változott, így 0-0-ás döntetlennel ért véget a sokkoló jelenetekkel tarkított találkozó. Azt gondolom, hogy nagyon jól játszottunk, nagyon sokat volt nálunk a labda, voltak komoly lehetőségeink, sajnos nagyon kevesen vagyunk, akik pályára léptek, azok ma mint hősök voltak, hiszen ugye a második fél időben már két védekező középpályás játszott elő, sajnos az összes csatárunk elfogyott, úgyhogy
ugye egy kicsit nehéz, de nagyon-nagyon büszke vagyok mindenkire, aki a pályára lépett, mert mindent megtett azért, hogy itt ponttal távozzunk. Szerencsére labdarúgópályán ritkán történik olyan drámai esemény, mint amilyen Szombathelyen a derbi 53. percében esett meg. A komoly sérülésekkel járó ütközés után nem is igen tudtak a futballisták a játékkal foglalkozni, ugyanis valamennyien társaik hogyléte miatt aggódtak. Természetesen csalódott vagyok a döntetlen miatt, még ha az igazságos is. Gyuriának eltörött az orra, nagyon nehéz volt a történtek után folytatni a mérkőzést, de érte is küzdöttek a fiúk. A megszerzett egy pontnak köszönhetően a Haladás újabb lépést tett a bentmaradás kiharcolása érdekében. A vasi zöldfehérek legközelebb szombaton este lépnek pályára, mégpedig a bajnoki címre törő Ferencváros otthonában. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!